Pontosan egy évvel ezelőtt kezdtek aláírásgyűjtésbe Óbecsén a Petőfi Sándor általános iskola megmaradásáért. Rövid idő alatt mintegy 10 000-en írták alá a petíciót. Azért kényszerültek a tiltakozásnak erre a formájára, mert be akarták zárni az Ömmel magyar diákokat oktató iskolát. Szerda Balázs civil szervezőként vette ki a részét az akcióból. És az a fontos, hogy elhiggyük azt, hogy nem vagyunk mi olyan kicsik, mint amilyen kicsinek nagyon sokszor hisszük magunkat. Tehát igenis megvan bennünk a lehetőség, és igenis megvan a létszám is ahhoz, hogyha valamit tényleg akarunk, és ilyen módon egymásra talál a civil szféra és a politikum, magyarul mindenki elkezd a közügyekkel foglalkozni, és mindenki alakítóvá és véleményformálóvá válik, akkor azt gondolom, hogy együtt nagyon-nagyon nagy dolgokat érhetünk el. Az iskola megmaradása érdekében példaértékű módon fogtak össze a civilek és a magyar politikum. Végül a Vajdasági Magyar Szövetségnek sikerült elérnie azt, hogy ne kerüljön lakat az iskolára, hangzott el a sajtótájékoztatón. A Vajdasági Magyar Szövetség volt az egyetlen olyan helyi parlamenti párt, illetve azok a pártok közül is, akik nincsenek a községi képviselőtestületben, amely kiállt a Petőfi mellett, de ugyanakkor kiállt az összes többi iskola mellett is, hiszen a Vajdasági Magyar Szövetségnek határozott álláspontja az, hogy tehát kultúrát, templomot és iskolát nem csonkítunk meg, nem zárunk be. Az iskola az elmúlt egy évben sokat fejlődött. Új ablakai vannak, felújították a vizes gócok egy részét, szeptemberre pedig befejezik a tornaterem építését. Megállt a létszámcsökkenés is, ami Balogh Virág Zsolt igazgató szerint egyebek mellett a délutáni tehetséggondozó programoknak köszönhető. Ez egy jó megoldás a szülőknek is, azért mert a gyerekek délután szakembereknek a felügyelete alatt vannak, és szakszerű bánásmódban vannak, ebédet kapnak. Az óbecsei Petőfi Sándor általános iskolának jelenleg 246 diákja van, közülük 200-an tanulnak magyar nyelven.